front of a venture, and Maric just caught Pinko with the knee. Maric defeats Eric Pinko. Mamma mia! Maradunk a küzdősportoknál, a világ második legnagyobb ketrecharc szervezetében, az amerikai Bellatorban vívhat főmeccset Borics Ádám. Ő az első magyar, aki egy egész estés MMA gála egyik főszereplője lesz. Vele beszélgetünk most Skype-on. Szerbusz Ádám, már St. Louisban vagy még Floridában? Még Floridában, holnap fogok utazni St. Louisba, szóval ez az utolsó napom itt most Floridában. Nagyon fogynak már a napok, hiszen alig kevesebb, mint 5 napon hátra a mérkőzésig. Mennyire van már benned az ide nekem az oroszlánt érzés? Hát igazából ide nekem az ételt, mert most még elég sokat kell fogyasztanom, szóval először az első harca a méleggel van, de már nagyon várom, hogy újra a ketrecbe léphessek. Ha már szóba hozta a súlyadat, 66 kilóban rendezik majd a meccset, hogy állsz most a sanyargatással? Ezek szerint már elkezdted, mennyi kilót kell még leadni, mert azért olyan 75-76 kilósan szoktad befejezni a felkészülés érdemi részét? Igen, hát még egy ilyen 7-7,5 kilogrammon van, ez az első harc igazából, szóval ezt kell megnyerni először. Főmérkőzést vívhatsz, mennyire tudtad elrakni a megfelelő polcra ezt, hiszen azért ez egy óriási dolog. Ugye te vagy az első magyar, nagyon-nagyon sokat dolgoztál, hogy ilyen kiváltságban legyen részed, tényleg akkor minden reflektorfény rátok fog majd világítani a ketrecben. Így van, igazából bevallom őszintén, olyan extra nyomást nem érzek ezen. Nekem aztán teljesen mindegy, hogy mikor lépek ketrecbe, minden bunyó egyforma. Szerintem az tény, hogy a hétvégén nagyon sok MMA esemény lesz ezen a hétvégén, de most volt több interjúm is, és mindenki azt mondja az ilyen MMA szakértők, újságírók, hogy ezt a párosítást várják a legjobban az emberek. 5 hónapja vagy kint az Egyesült Államokban, hiszen az eredeti tervek szerint már az ősszel lett volna egy mérkőzésed, aztán abból végül sajnos nem lett semmi. Kint maradták, készültél folyamatosan. Hogyan tudtad magadat folyamatosan a toppon tartani, főleg mentálisan, mert azért az 5 hónap az nagyon-nagyon hosszú idő? Hát igazából elég nehézkes volt, mert ugye én augusztus után hazamentem egy pár hétre, aztán szóltak, hogy decemberben fogok bunyózni, egy nagyon komoly mérkőzés lett volna, ami megváltozott, január, február, aztán most jött ez a Metz-Barnal elleni mérkőzésem márciusban, de igazából próbáltam azt tenni, ami a dolgom, minden nap jobb harcossá válni. Említetted az ellenfeledet, ugye egy dán harcos lesz majd az ellenfeled, Metz Burnell. 19 meccset vívott, 16 győzelem, 3 vereség volt már a UFC-ben, ugyanakkor 4 éve nem kapott ki. Egy nagyon-nagyon kemény harcos. Ezek csak a számok és a statisztikák. Te mit láttál a videófelvételek alapján? Mert gondolom azért alaposan kiveséztétek, hogy mire lehet majd tőle számítani. Egy nagyon tapasztalt harcos, tényleg elég magas szinten van a srác, nagyon jó box tudással rendelkezik, nagyon jó a fejmozgása, jó a jiu-jitsu földharca, én úgy gondolom, hogy a kondíciója is jó, egy nagyon erős csatára számítok, ahol látok egy-két hibát, látunk egy-két hibát az ő harcában, harci stílusában, és ezt szeretnénk kihasználni. Ezen a szinten egyébként lehet még bármilyen meglepetést okozni a másiknak, vagy éppen amiről az imént beszéltél, hogy megpróbálod azokra fókuszálni, amit a felvételek alapján úgy érzel, hogy gyenge pont? Ha van egyáltalán. Én arra törekszek, hogy a saját bunyómat tudjam hozni, és ha önmagam tudok lenni, akkor nem igazán látom azt, hogy én ezt a mérkőzést elveszítem. 5 menetesre van tervezve ez a csata, ugye minden menet 5 perc. Látva, illetve tapasztalva azért ezeket a meccseket, nem olyan sűrű, amikor végigmegy egy ilyen 25 perces csata, mert egészen elképesztő energiákat emészt föl egy ilyen küzdelem. Te mire számítasz? Benne van az, hogy végigmegy a mérkőzés, mind a ketten elég szívós harcosnak számítunk, de én úgy látom, hogy ilyen harmadik menet környékén szerintem el fog dőlni a mérkőzés, de benne van a pakliban, hogy egy 5 menetes háború lesz. Kint van veled Peszlem Ferenc. Mennyi segítséget nyújtott az, hogy magyar szavakat is hallottál a felkészülés során? Igazából nagyon sokat segít ez számomra. Ugye
az első közös mérkőzésünk tavaly áprilisban volt, ami nagyon jól sikerült az edzőtábor is, és azóta ugye volt még egy edzőtáborunk közösen, az is nagyon jól sikerült. Sokat segít, főleg inkább a Fight Weekend, hogy van velem egy magyar ember is, és a kedvenc másik oldaláról magyarul szólnak hozzám. Ha már szóba került a magyar szó, tudsz arról esetleg, hogy magyar szurkolók lesznek-e majd a helyszínen? Mert ugye nem zárt kapus lesz a gála, ezt már tudjuk. Sok nézőre számítanak, ezek szerint lesznek magyarok? Lesznek magyarok, igen, kaptam több üzenetet. Ez nagyon jól esik, és amikor látok ilyen magyar zászlókat, az nekem mindig plusz energiát ad. Elvileg teltház lesz, szóval nagy sóra számítok, örülök, hogy végre újra közönség előtt berekedhetek. Biztosan sok kötelezettségnek kell még eleget tenned, már utaltára, hogy már voltak interjúid. Ezeket hogyan tudod kezelni, hiszen azért mégiscsak életed egyik legfontosabb mérkőzése következik. Ugyanakkor az újságírók, a média biztos kíváncsi rád, főmeccset vívtok, ti vagytok a fő attrakció, tehát bizonyos kötelezettségeid viszont vannak. Vannak elég sok, persze most, hogy én vagyok a fő mérkőzés, így sokkal több média megjelenés van. Igazából teszem a dolgom, ez a munkám, nem érzek extra nyomást, annyi, hogy nyilván több energiát emészt fel ezeknek a médiumoknak megfelelni, de szerintem mindent a helyén kezelek. Mikor jön majd el az a pillanat, amikor már mindent kikapcsolsz, félreteszed a telefont, és átváltasz úgymond harcos üzemmódba? Hát igazából a mérlegelés az péntek reggel lesz, szóval igazából így csütörtök este indul a nagyfogyás, ahogy mondani szoktam, és akkor igazából már teljesen átkapcsolok. Mit jelent neked ez a szombati mérkőzés? Hát mindenképpen a nagyon sok áldozatot, amit hoztam az évek során, azt szeretném kamatoztatni, és csak szeretném élvezni az egészet. Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy így még a meccs előtti napokban is a rendelkezésünkre álltál. Mi nagyon szurkolunk neked, biztos sokan lesznek majd, akik az interneten megpróbálják követni ezt a találkozót, és reméljük, hogy a dán fiúnak megmutatod, milyen a magyar virtus. Sok sikert kívánunk neked a Bellator Gála főmeccsen. Nagyon szépen köszönöm.